Iklad község önkormányzata 2013. februárjában pályázatot nyújtott be az általános iskola épületének energetikai fejlesztésére. A projekt célja az energiahatékonyság fokozása, az intézmény fenntartási költségeinek csökkentése volt. A Tasnádi Lajos német nemzetiségi általános iskola épületének fejlesztése májusban ért véget. A projekt keretében homlokzati hőszigetelés, födém és tetőszigetelés, fűtéskorszerűsítés és nyílászáró csere valósult meg 132 millió forint összköltségen. A megítélt 113 millió forintos uniós támogatási összeg a beruházás költségeinek 85%-át fedezte. Szinte nem is tudtuk azt, hogy megy a beruházás. Minden a vállalkozóval nagyon jó volt a viszonyunk, és nagyon jól működött minden, és elkészült körülbelül 110 darab ablaknak a cseréje, és az egész iskola külső felületének a burkolása 10 cm vastag hungarocellel. És hát ezzel tulajdonképpen az iskola egy ilyen, közös burkolatot kapott, amivel nem az működik, hogy ahány helyen felújítottunk, annyi szín, hanem egységes szint kapott, és mindenki nagyon örül neki, hogy remélhetőleg már jövőre sokkal kevesebb lesz a gázszámlánk, azáltal, hogy ez a szigetelés létrejött. A fejlesztésnek köszönhetően az épület immár A+ kategóriájú energiatanúsítvánnyal rendelkezik. Az ünnepélyes zárórendezvényre 2015. június 13-án került sor. Osváth Erzsébet új iskolánk. Mint egy pompás palota, olyan ez az iskola. Folyosóján vendég jár, setes út a napsugár. Még egy pillangó is betéved, talán virágmézet érzett. Az osztálytermek milyen szépek, falaikon színes képek. Kék Balaton, nagy hegyek, büszke bükki fenyvesek. Ablakai kert néznek, és a kertben madárnépek. Cinkék pintyek és rigók csapnak madár dárdiót. Új iskolánk tetején antenna néz int felém. Az iskolánk új lakója, fél lábon áll, mint a gólya. Új iskolát avatunk, róla szóljon a dalunk. Nem is mese, nem is álom, nem is forog kacsalában. Mégis legszebb a világon. Iklad polgármestere Márai Sándor szavaival köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát, tisztálkodjál belülről és kívülről, felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnep legyen ünnepies. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme, készülj föl rá testben és lélekben. Az élet elhoz másféle láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, és figyelj az ünnepre. Ilyen ünnep Iklad lakói számára a mai nap. Iskolánk, a falu iskolája, mely az 1950-es évektől kezdve folyamatosan épült, szépült, igyekeztünk megtenni mindent, hogy mindig a legmodernebb körülmények között lehessen oktatni a gyerekeket, megszépült. Pontosabban egységessé vált. Mit kell ez alatt érteni? Vagy mi kellett ahhoz, hogy ilyen iskolánk legyen? Kellett hozzá a régi képviselőtestület, aki elkészítette a terveket, köszönjük nekik. Pályázatot kellett írni, és azt meg kellett nyerni. Annyi pénzt, amennyiből ezt az iskolát felújítottuk, az önkormányzatunk soha nem tudna erre a célra félretenni. Ilyen módon, aki a pályázatot írta, aki segített abban, hogy megkapjuk ezt a pályázatot, vagy megnyerjük, azoknak köszönjük a segítséget. Az új testület az anyagiak biztosításában volt érdekelt. Az új testület tagjai voltak azok, akik emelték a kezüket, amikor fizetni kellett az önrészt, ami nem kevés pénz volt. A tervező kellett hozzá, aki megálmodta ezt az iskolát, építők kellettek hozzá, akik ezt az álmot megvalósították. Köszönjük ezt az épkomplex dolgozóinak és a tervezőknek.
Kellett hozzá menedzsment, aki lebonyolította az adminisztrációt, köszönjük az ő munkájukat. Kellettek hozzá a pedagógusok, akik elhatározták, hogy balesetmentesen végigcsinálják ezt az óriási munkát, biztosítják a körülményeket, hogy dolgozhassanak a munkások. És kellettek hozzá a diákok, akik odafigyeltek a pedagógusokra, és miattuk is van az, hogy nem történt semmi komolyabb baleset ez alatt az idő alatt. Így lett nekünk egy szép iskolánk, összefogásból, mert hogyha bárhol szóba kerülnek az ikladiak, mindenhol arról van szó, hogy az ikladi ember összetart. Ez az összetartás kellett a faluban is, és máshonnan is, hogy megvalósulhasson ez a beruházás. A záró rendezvényen részt vett a térség országgyűlési képviselője Vécsei László is. Kedves gyerekek, kedves ikladi tanulói ifjúság, tisztelt polgármester úr, tisztelt igazgatóasszony, lelkész úr, tisztelt szülők! Nagyon nagy öröm számomra, hogy ezen az ünnepi napon részt vehetek, és ikladdal, iklad ifjúságával együtt ünnepelhetek, hiszen, ahogy polgármester úr elmondta, és idézte a költőt, valóban ünnep van. A környezeti és energetikai operatív program keretében Iklad község önkormányzata 113 millió és néhány százezer forintot nyert erre a tervre, és mint polgármester úr is mondta, az önkormányzat hozzátette a szükséges összeget, és összességében 130 millió forintból ez a mű, mert mondhatjuk így, elkészült. Ebből a külső szemlélő csak annyit látott, mint jó magam is, ha elmentünk itt a főúton, hogy a tornatermi homlokzat az nagyon szépül, átalakul. Persze, akik végigcsinálták ezt az építkezést, köztük a tanulóifjúság, kedves szülők, pedagógusok, nyilván a belső problémákkal, a mindennapi gondokkal is meg kellett, hogy küzdjenek, de, mint az eredmény mutatja, sikerült. És hogy egyáltalán erre miért volt szükség, azt nagyon jól mutatja, hogy körülnézünk. Ugye nem tudjuk igazán, hogy merre forduljunk, és mindenki valahogy erre az oldalra húzódott, meg körbe-körben állnak. Miért is? Hát árnyékot kerestek. Ez azt mutatja, hogy ha süt a nap, akkor nagyon meleg van. Ez ősi bölcsesség. És arról is tudunk, hogy ha hideg van, akkor megfűteni kell. Hát ez az egész energetikai operatív program, ez az egész energetikai korszerűsítés, ez tulajdonképpen ebből a nagyon egyszerű ősi felismerésből adódik. Minél kevésbé legyen melegünk, akkor, amikor kint is meleg van, és minél kevesebbe kerüljön a fűtés, akkor, amikor kint hideg van. Ennek keretében, ugye mindenki nagyon jól tudja, akit nap mint nap eltöltötte az elmúlt hónapokat, hogy külső hőszigetelés került a falakra, a nyílászárók megújultak, és bizony ez nagyon nagy szó. Nagyon sok olyan iskola van, és legyetek rá büszkék, ikladi tanulók, nagyon sok olyan iskola van, ahol bizony nem minden ablakot lehet kinyitni. Nagyon sok olyan iskola van még mindig, ahol csak álmodozni tudnak az ilyen szép, szellőztethető, buktatható ablakokról, és nektek megadatott ez, mostantól ilyen körülmények között folyhat majd a munka, a tanulás, de tekintve, hogy hamarosan évzáró lesz, tekintve, hogy hamarosan a nyolcadikosok is elballagnak, én azzal zárnám az üdvözlő gondolatokat és ezt a mai köszöntő beszédet, hogy a megújult iskolában, ezek között a falak között mindig könnyebb legyen, mindig jobb kedvel várjátok majd a vakációt, mert számunkra azért mégiscsak a vakáció a legfontosabb, és ilyen körülmények között talán még az is könnyebben fog majd menni. Gratulálok Ikladnak ehhez a nagyszerű műhöz, és minden jót kívánunk a tanulóifjúságnak, pedagógusoknak, eredményes munkát a megújult falak között. Köszönöm szépen a figyelmeteket! A felújított iskolára, tanulóira és pedagógusaira Babka László evangélikus lelkész kérte Isten áldását. Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat, fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást, az Úrnak félelme az ismeret kezdete. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását. Imádkozzunk.
Istenünk, Atyánk, Te tanítasz bennünket életünk minden szakaszában. Fontos az a tanítás, amivel indul egy gyermeki élet otthonról, tele bizalommal és tudásszomjal. Ezt alapozod meg és teljesíted ki ennek a most megújított épületnek a falai között. Urunk, Te adsz elhivatott pedagógusokat, hogy tudásra, ismeretre tanítsanak. Egyben megteremtsék annak a hátterét, hogy második otthonukként tekintsenek a diákok erre az intézményre. Urunk, neked legyen hála a felújított iskoláért, amelyen keresztül ismételten falu közösségünk gazdagodhatott. Neked legyen hála mindenki munkájáért, akik döntést hoztak, előkészítették és kivitelezték azt. Te segíts, hogy továbbra is eredményes munka folyhasson a falak között. És így legyen, Urunk, áldása ezen a felújított intézményen, legyen áldás diákon, pedagóguson és minden itt dolgozón, legyen áldás az itt végzett munkán, tanuláson, Isten dicsőségére az Atya, Fiú, Szentlélek segítségével. Amen. A projekt megvalósulásában résztvevőknek Iklatközség önkormányzata nevében Madarász István polgármester mondott köszönetet. Az intézmény vezetője az önkormányzat mellett a kivitelezőknek, az iskola dolgozóinak és a tanulóknak is köszönetet mondott. Megmondom őszintén, egy kicsit megijedtem, amikor októberben polgármester úr közölte frissen megbízott igazgatóként velem, hogy Ibolya újra építkezünk. De azután, ahogy ment az idő, egyre jobban megnyugodtam. És itt szeretnék nagyon nagy köszönetet mondani az Épkomplex Kft.-nek, illetve a képviselőinek, különösen Zdenko Pál úrnak, és utána Versics Tamás úrnak, akik itt helyben vezényelték az építkezést. Olyan gyönyörűen tudtunk együttműködni, olyan fegyelmezettséggel és olyan szervezettséggel folyt a munka, hogy azt gondolom, hogy példaértékű. És valóban így tudtuk elérni azt, hogy az építkezés ideje alatt egyetlen egy nap rendkívüli tanítási szünetet sem kellett igénybe vennünk, egyetlen egy olyan balesetünk nem történt, amely az építkezéssel összefüggésbe hozható. A plusz adományok pedig, hogy már december körül éreztük a fűtés korszerűsítés áldásos hatását, ma már nincsenek az épületünkben hideg sarkok, a legtávolabbi tanteremben is ugyanolyan a hőmérséklet, mint bárhol máshol. Azután jött a Schwab Invest Kft. Ablakcserék következtek. Egyik nap innen költöztünk ki, oda költöztünk be, másik nap pedig fordítva. Ők is példamutatóan, precízen, pontosan, nagyon gyorsan végezték a munkájukat. De Juhász Péter többször elmondta, hogy vér nélküli műtét nincs, nem is volt, tehát volt por, piszok, falat kellett bontani, újra javítani kellett. És utána másnap, vagy két nap múlva a gyerekek visszaköltöztek abba a tanterembe. Itt szeretném megemlíteni, és nagyon nagy hálámat és köszönetemet kinyilvánítani technikai dolgozóinknak, Kati néninek, Edith néninek, Piroska néninek, akik nagyon sokat tettek, nagyon sokat dolgoztak azért, hogy a munkálatok alá vont osztálytermekben az értékeinket megvédjük, és hogy a gyerekek minél előbb oda-vissza tudjanak költözni. És gyerekek, rólatok sem felejtkezem el, mindenkinek köszönöm a fegyelmezettségét. Nagyon ügyesek voltatok, úgyhogy most kívánok mindenkinek nagyon jó nyári szünetet, jó szórakozást erre a mai estére, és még egyszer szeretném köszönetemet nyilvánítani szülőknek, mindenkinek, aki ebben a projektben részt vett, és Iklatközség önkormányzatának. Köszönöm szépen! Az igazgatónő beszédét követően az iskola alsó tagozatos, hatodikos és hetedikes tanulói zenés táncos műsorral kedveskedtek az ünnepség résztvevőinek.
Az intézmény fejlesztése az önkormányzat tervei szerint itt nem ér véget. Az intézményünkben egy nagyon nagy probléma az iskolában, pontosabban a sportpályának az állapota. Ilyen régi 1990-es évek 85 tájékán 90-ben készült az a műanyag burkolat, ami most rajta van, és lassan már életveszélyes lesz. Ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy sok intézményünk van, mindenhova ráférne a segítség, de most, amikor pályázni lehetett, az iskolát pályázzuk meg, hogy hátha sikerül egy normál burkolatot tenni. Azt a felnőttek is használják, mert itt szoktak focizni a felnőttek is, esténként, és a diákok is használják. Hát most, hogy bevezették a mindennapos tornát, nagyon nagy szükség van egy ilyen pályára.